Petőfi Sándor, föltámadott a tenger. Föltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra, árbóc és vitorla, megtörve, tépve lóg. Tombolt ki, te özönvíz! Tombolt ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobált fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd bele az égre, örök tanulságul, habár fölül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az úr. Ilyen és hasonló szép verseket hallgathatott meg az, aki ellátogatott a könyvtár olvasótermébe 2012. április 17-én, ahol a Széchenyi Kör szervezte meg szokásos költészet napi szavaló versenyét a püspökladányi diákoknak. A versenyre a helyi általános iskolák diákja jelentkezhettek 3-tól 8. osztályig. A szavazóversenyek célja nem a versengés, hanem a versek, a szép magyar szó életben tartása, az anyanyelv ápolása. Mert ez az egyetlen kincs számunkra, melytől senki sem foszthat meg bennünket. Az általános iskolás gyerekeknek szoktuk szinte minden évben megszervezni a versmondó ünnepet a költészet napja alkalmából, amire mind a három iskolában jelentkeznek gyerekek, és nagyon szép verseket szoktak megtanulni, és itt elmondani. Larányi általános iskolából, Peti telepről, Petőfi iskolából, a Kálvin téri iskolából, 3-tól 8-ig. Azok a gyerekek, akik eljönnek a versmondó versenyre, ezek a gyerekek átérzik. Remélem szépen lassan a többi gyerek is fölfedezi a verseknek a szépségét. Kezdetben még 11-12 gyerek jött, most már 27 jelentkezett. A versenyre a gyerekek versekkel készültek. Olyan nagy magyar költők versei hangoztak el, akik műveiben a magyarságot, a hazaszeretetet hangsúlyozták. Szabadon választott versek magyar költőtől és hazaszeretettel kapcsolatos verseket kértem. És ezt általában mindig sikerül is a pedagógusoknak ilyen költeményeket ajánlani a gyerekeknek. Petőfitől a Tisza nemzeti dal szeptember végén egy gondolat bánt engem, Tompa Mihálytól a Madárfiaihoz, Arany Jánostól Nemzetőrdal, Aditól Fölföldobott kő, Reményik Sándor Nem nyugszunk bele, Juhász Gyula Március Idusán, Kölcsei Ferenc Himnusz. Ez 2 évnek a termése volt, és nagyon szépen megtanulták a gyerekek. Mindenkinek élmény volt, mert általában Széchenyi Kör és a tagjai, és a szülők is el szoktak jönni, és mindnyájan nagy örömmel hallgatjuk, hogy milyen szépen mondják a gyerekek ezeket a verseket. A szavalókat zsűri értékelte, melynek tagjai odafigyeltek a vers hibátlan előadására, a hanglejtésre és az előadás módra egyaránt. Magyar tanárnők szoktak értékelni. Én egészségügyi dolgozó voltam, ezért nem akarok ebbe belefolyni, ez az ő asztaluk, és mindig nagyon megfelelően értékelik a gyermekeknek az előadását, de hát lényegében nem is. Az a legfontosabb, hogy felső fokon tudják elmondani a verseket, hanem az, hogy megtanulják, amit egész életükben aztán nem felejtenek el. Általában magyar történelmi könyveket vagy irodalmi könyveket kapnak. A közművelődési alapítványtól kapunk mindig támogatást, és így tudtam most is 10 000 forintból vásárolni 27 könyvet. A versenyre érkezett gyerekeket megkérdeztük, hogy mivel készültek a versenyre, és miért szeretik a verseket. Reményi Sándor Nem nyugszunk bele. Szoktam hallgatni, meg nagyjából tudom is. Anyukám még a legtöbbiek, meg én is persze sokat gyakoroltam. Könnyen megtanulom, meg vannak benne több rímek, és így jobban megy. Én Petőfi Sándortól a Magyar Nemzet című verset adom elő. És miért azt választottad? Nagyon tetszik ez a vers, és tavaly is voltam már egy ehhez hasonló verseny, akkor is a Széchenyi Kör
rendezte ezt a dolgot, és akkor kaptam ezt a könyvet, és ebből választottam ki. Nekem a magyar tanárom Nádházi Henriett tanárnő segített, és sokszor átolvastuk, megtanultam, segített a hangsúlyozásban, mikor mondjam gyorsabban, mikor lassabban. Nagyon bele tudom magamat élni a versekben, nagyon tetszenek, úgy nem tudom, hogy miért tetszik, csak úgy tetszik. Hát én egy Petőfi Sándoros versen jöttem, az a címe, hogy a szabadsághoz. Ez volt szimpatikus, meg a hossza is elég volt, szerintem. Nálam úgy, hogy sajnos most beteg voltam egy hétig otthon, és ezt az időt arra szántam, ugye, hogy a versenet megtanuljam. És amikor visszajöttem az iskolába, a tanítónénivel gyakoroltunk úgy, hogy kikérdezte a verset. Szeretem magamat megméretteni, kíváncsi vagyok, hogy milyen vagyok a többihez viszonyítva. A megjelenteket a szervező Sas Ferencné is köszöntötte. Elmondta, nagyon örül annak, hogy egyre népszerűbb a rendezvény a diákok körében, és annak is, hogy vannak, akik évről évre rendszeresen eljönnek a megmérettetésre. Majd néhány idézetet olvasott fel a közönségnek. A pedagógusok nagyon sokat segítenek a gyerekeknek a vers választásában és megtanulásában, a felkészülésben. Nagyon szeretném most elmondani Széchenyi Istvánnak a gondolatát. Elvégre Széchenyi kör szervezte ezt a versmondó versenyt. Azokért élünk, akit szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk, a szépért, jóért, amit tehetünk. Ehhez kapcsolódik Exupérynek is a gondolata. Jól csak a szívében lát az ember. Ha szeretettel fordultok a világ felé, ha észreveszitek, minden nap a benneteket körülvelve világnak a szépségét, a madárdat, a virágoknak az illatát érzitek, akkor szinte dalon körülöttetek a világ, és ti ezzel a sok szép verssel, amit most nekünk el fogtok mondani, ti is ebbe a csodálatos harmóniába fogtok bele kapcsolódni. Ezért nagyon örülök, hogy ilyen sokan jelentkeztetek. A köszöntő után a gyerekek az előre kihúzott sorszám alapján elkezdték a szavalást. Petőfi Sándor, szabadsághoz. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig vártunk rád epedve. Annyi ilyen által, mint kísértett, bolygott lelkünk a világban, érted? Kerestünk mi égen, földön téged, egyetlen igaz istenséget. Te vagy örök, a többi, mint bálvány, mely leroskad egy ideig állván. S mégis számkivetve voltál, mint a gyilkos Káin bújdokoltál. Szent nevedet bitóra szögezték, érkezésedet hóhírok lesték. Megszűnt végre hosszú bújdosásod, sírba esett ki neked sírtásod. Bevezettünk, s uralkodás véget, elfoglaltad a királyi széket. Te vagy a mi törvényes királyunk, trónusodnál ünnepelve állunk. Körülötted millióm s millióm fákja, meggyújt szíveink lobogó lángja. Ó, tekints ránk, fönséges szabadság, vess ránk egy éltető pillantást, hogy erőnk, mely fogy az örömláztól, szaporodjék szemed sugarától. De szabadság, miért halvány az orcád? Szenvedésid emléke szállt hozzád? Vagy nem tettünk még eleget, érted? Koronádat a jövőtől félted? Ne félj semmit, megvédünk, csak egy szót, csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód, s lesz sereged ezer és ezernyi, kész meghalni, vagy diadalt nyerni. S ha elesnénk egy szálig minnyájan, feljövünk a sírból éjféltájban, s győztes ellenségednek megint kell küzdeni kísértő lelkeinkkel. Petőfi Sándor, a magyar nemzet. Járjatok be minden földet, melyet Isten megteremtett, s bizonyára nem akadtok a magyar nemzet párjára. Vajon mit kell véletenni? Szánnia kell, vagy megvetni? Oly szép ország, oly virító, szemet lelket andalító, és oly gazdag. Aranyságán ringatozik rónaságának alászok óceánja, s hegyeiben mennyi bánya, mennyit nem látsz álmaidban. S ilyen áldások dacára ez a nemzet mégis árva. Mégis rongyos, mégis éhes, közel áll az elveszéshez. Szellemének országában hány rejtett gyöngy és gyémánt van. S mindezek maradnak ott len, vagy ha éppen a véletlen feltalálja hozni őket, porban sárban érnek véget, vagy az ínség zivatarja őket messze elsodorja. Messze tőlünk a világba,
idegen nép kincstárába, és ha ott ragyogni látjuk, szánk szemünket rájuk tátjuk, és áldicsőséggel lakunk jól, hogy ez innen van honunkból. Ez hát nemes büszkeségünk, melyről annyiszor meséltünk. Avval dicsekedni váltik, mi szégyenünkre válik. Csak a magyar büszkeséget, csak azt ne emlegessétek, ezer éve, hogy a nemzet itt magának hazát szerzett, és ha jönne most halála, a jövendő mit találna, mit neki arról beszélne, hogy itt hajdan magyar éle, és a világ történetkönyve. Ott sem lennénk följegyezve, vagy ha lennénk jaj minékünk, ezt olvasnák csak fölöttünk. Élt egy nép a Tisza táján, századokig lomhángyáván. Ó, hazám, mikor fogsz ismét tenni egy kis sugarat, egy kis fényt, megrozsdásodott nevedre, mikor ébredsz önérzetre? Reményik Sándor, nem nyugszunk bele. Téli szél a targaljakat fújja, mint az Isten égre tartott ujja. Mint megcsúfolt, kikacagott álom állunk egyedül a nagyvilágon. Elvették, s most véle nagyra vannak, törött véres kardját a magyarnak. De még minden nép a sírjátása, van szava, hogy világgá kiáltsa. Csak mi ne verjük kebelünk, csak mi emeljük fel fejünk, tiporhatják szűztiszta igazunk, csak mi ne hagyjuk el magunk. De hirdessük gúzsba kötött kézzel, sebes ajkal, lázadó vérrel, idézve menj pokolhatalmait, hogy béke nincs, hogy béke nincsen itt. A versenyfelhívás úgy szólt, hogy 19. századi költőnek a valamelyik versét, és hogy hazafias lelkületű legyen a vers. A Petri Telepi Általános Iskolai Tagintézményből érkeztünk, és két tanulómat hoztam el. Hetekkel korábban megkapták a verseiket, mind a kettő Petőfi Sándor egy-egy versével készült, és folyamatosan tanulgatták, kérdezgettem, a hangsúlyra odafigyeltünk. Én úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy ezek a gyerekek megismerjék a költők műveit, ezáltal gyarapodik az ismeretanyaguk, bővül a szókincsük, és ilyet is látnak, szeressék ezeket a verseket. Erősíti a magyarság tudatukat, ami én úgy gondolom nagyon fontos. A szavalatok után a zsűri eldöntötte, kik lettek a legjobbak. Tányér József a zsűri nevében minden versenyzőnek megköszönte a részvételt, és elmondta, mire figyeltek oda az értékelésnél. Először is megköszönöm a zsűri nevében is, és a Széchenyi nevében is mindenkinek a részvételt, a felkészítő tanár munkát is. Sok szép verset hallottunk, tehát tényleg meg voltunk elégedve, hogy ilyen szép száma vettetek részt, és mindenki tényleg az alkalom az illő verseket választottok. Tehát nem csak Petőfit, ugye Juhászló verstől még verség is elhangzott, és a személyiségeteknek megfelelően szép előadásokat hallottunk. Jó, mégis tényleg a sok munkátok a tanulás mellett tényleg így jelentő, hogy kiálltatok és elmondtátok ezeket a verseket, közvetítettétek felénk. Ma végig is a hangsúlyozás, egy kicsit az artikulációra kell odafigyelni, de ez az izgalomnak is betudható, tehát mi örülünk még egyszer, hogy itt voltatok, és a versek szeretetére, a magyarság tudatra, ugye, ennek a fontosságára felhívtátok a figyelmünket. Második, harmadik helyezetünk a Szilágyi Laura. Ki a felkészítő tanárod? Neki is gratulálok. Második helyezet a Szabó Marianne Csilla. Gratulálunk! Ki a felkészítő? Mani Valdomária. Gratulálunk neki is. És akkor első helyzet a Nagy Bence. Petőfi feltámadott a kérdésére. Gratulálunk, Bence! Mondtátok ti is? Akkor jól döntött a zsíri, hogy látom. Ki a felkészítő? Az ilyen rendezvények célja a költészet iránti érdeklődés felkeltése, szépségének megismertetése és megszerettetése. A tanulók általános műveltségének elmélyítése, a fellépési szereplési lehetőség biztosítása. A megjelent diákok, vendégek és pedagógusok pedig egyaránt szép élményekkel gazdagodtak a verseny által.